Új termelői piac, 63 millió forintból épült meg az új 21. századi igényeknek megfelelő termelői piac Nyírbogát központjában. Újabb kormányablak, Nagyecseden nyílt meg a megye 24. kormányablaka. Fiatalok Akadémiája, 4. alkalommal szerveztek itthon szülőföldön fiatalon találkozót Kisvárdán. 2018-ban már 16 ezer regisztrált kistermelő volt Magyarországon. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Ezért is fontos, hogy a kisebb településeken is megfelelő minőségű piac szolgálja ki az igényeket. 63 millió forintos topos forrásból Nyírbogáton is létrejött egy termelői piac, amely megfelel a 21. századi igényeknek. Frissen szeret vagy éppen szárított levendula, piros alma és más termelői zöldségek és gyümölcsök. Ez mind megvásárolható Nyírbogát központjában a péntek délután átadott termelői piacon. A 63 millió forintos beruházás toppos forrásból valósult meg a helyi gazdaságfejlesztés keretében. Egy ilyen létesítmény kialakítására már korábban is voltak kezdeményezések, azonban önelőből nem tudta ezeket megvalósítani a település. 2016-ban viszont sikerrel pályáztak a támogatásra, így most már ez az építmény a hivatalos termelői piac. Az önkormányzat még a pontos szabályozását nem készítette el, a beruházás elkészült, és azt gondolom heti 2 nap várja az ide látogató környező települési őstermelőket is, és természetesen a helyi termelőket is. Ez a beruházás illeszkedik a kormány programjába is, amelynek célja, hogy a vidéki kistelepülések felzárkózzanak. Ennek egyik fontos része az emberi kapcsolatok építése, ennek pedig egy termelői piac ideális helyszíne lehet. Az életminőség javításának egyik legfontosabb feltétele, hogy a termelőket és a fogyasztókat is egymásra össze tudjuk kapcsolni, és vidéken a gazdaság ösztönzéseként is termelőpiacok jöjjenek létre. Látszik is a számokból egyébként, mert 2010-től kezdődően megduplázódott a termelői piacoknak a száma, és a regisztrált kistermelők száma is megemelkedett jelentősen. Nagyjából 5000 volt a regisztrált kistermelők száma 2010-ben, 18-ra már 16 ezer lett. Tehát úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, és segített ez abban, hogy minél jobb, minél finomabb ételeket együnk, hiszen a magyar élelmiszerek, a magyar mezőgazdasági termékek nem csak egészségesek, hanem finomak is. A piac kialakításánál fontos szempont volt a megfelelő infrastruktúra is. Jelenleg működik egy piac Nyírbogáton, de az nem rendelkezik azokkal a kiszolgáló egységekkel, amelyeket a piacra látogatók elvárnak. Ilyen például a mosdó és a kisebb raktárhelyiségek, de napelemek, egy kisebb iroda és térfigyelő kamera is szolgálja ezentúl a kényelmet és a biztonságot. Én a levendula virágzatával foglalkozom, kiszárított formában. Nagyon tetszik az új piac, közel van, és remélem, hogy lesz sok vásárlónk. Nekem tetszik, mert erre egyszerre is mindenkor szükség is volt erre a piacra, mert olyan kulturális körülmények között volt eddig a piac. És hát, hogy mondjam, mióta ez a polgármester asszonyban valóságos fordulat történt Nyírbogát külnemébe is, meg tartalmába is. És hát a piacsal kapcsolatosan majd meglássuk, hát így szép, hát majd a vevőkör dönti el, hogy innen akar vásárolni, vagy a boltból. A fejlesztések pedig nem állnak meg, a következő ütemben hűtőház épül. Ez a projekt jelenleg a közbeszerzésnél tart. Újabb egyéni képviselőjelöltjét mutatta be a szövetségben Nyíregyházáért. A jobbikos Vas Zoltánt a 15-ös számú választókörzetben Oroson indítja a pártszövetség. Ő az előző 4 éves ciklusban már dolgozott önkormányzati képviselőként. Mint elmondta, pozitív kampányt szeretnének folytatni, amely során végig fenntartják a kapcsolatot a lakosokkal. Céljuk pedig, hogy rend és nyugalom uralkodjon a városban. Mi egy biztonságos és élhető Nyíregyházát szeretnénk, ahol szabadon beszélhet mindenki és szabadon élhet. Ugyanezt szeretnénk Oroson is elérni. A program kidolgozása folyamatban van. Ez úgy fog történni, hogy minden egyes utcát végig fogunk járni Oroson, meghallgatjuk az embereket, személyesen én is ott fogok sétálni az emberek között, és amire az embereknek igénye van, azt fogjuk megvalósítani. Tehát nagyon sok ötlet van, itt említhetnénk a közvilágítást, utcák aszfaltozását, szennyvíz és csapadékvíz elvezetést, az infrastruktúra fejlesztését, értve itt a kommunikációt is, tehát internet eléréseket, ezek mind nagyon fontos feladatok.
A magyar etnikai határokat figyelembe véve többszöri kérése sem hozott létre egy magyar többségű választási körzetet az Ukrán Központi Választási Bizottság, közölte a Kárpátaljai Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke. Korábban pedig már működött ez a megoldás. A július 21-i előrehozott parlamenti választásokon így 3 kerületre szakították a magyarokat. A két magyarság szervezet mindenhol közös jelöltet állít. A legnagyobb esélyük a nagyszőlősi központú kerületben van, ahol a magyarok aránya nagyjából 35%. Az egy magyar többségű választási körzet létrehozása pedig az ukrajnai törvények szerint a nemzetiség alkotmányos joga lenne, közölte Dobsa István. Sajnos ironikus válasz érkezett. A választási bizottság levélben fejezte ki, hogy nem tudják, hogy hol élnek a magyar emberek Kárpátalján. Mikor ezt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség válaszlevélben közölte velük, akkor szintén válaszoltak, hogy ez nem hivatalos válaszlevél, nincsenek hivatalos etnikai térképek, és ezért ezt a kérést nem tudják most teljesíteni. Megnyílt a 24. kormányablak is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szombattól a Nagyecsedi Városháza épületében kialakított hivatalban is mintegy 1600 ügyet intézhetnek a helyiek és a környező településeken lakók. A kormányzat további célja, hogy növeljék a mobil kormányablakok számát, valamint az, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően egyre több ügyet internetes felületen keresztül is el lehessen intézni. 2019 első fél évében több mint 443 000 ügyintézést kezdeményeztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányablakokban, amelyeknek az átlagos ügyintézési ideje 30 perc volt. Ezekből a számokból is látszik, hogy ez a rendszer egyre hatékonyabb és gyorsabb, amely jelentősen megkönnyíti a helyiek életét. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt helyben is megnyilhatott egy új kormányablak, hiszen ez a település egy nagyon nagy múltú település, már az 1200-as években is említés volt róla, tehát árpádkori település, és mindig arról volt híres, hogy bizony meg tudta védeni saját magát, egy olyan erőssége volt, egy olyan vár, ami bevehetetlen volt. Azt gondolom, hogy ez példa az egész ország számára. És az utóbbi időszakban is hatalmasat fejlődött a település, új termelői piaca van, egy rekreációs központ jött létre, és a művelődési központ felújítása is most zajlik. Nagyon nagy változás ez a településnek a történetében, és ehhez tartozik, és ehhez kapcsolódik a kormányablak is. Örülök neki, hogy itt is most már mindenki közvetlenül gyorsan intézheti az ügyeit, és mind az 1600 ügycsoportban el tudja intézni az ügyét, vagy legalábbis ügyet tud kezdeményezni. Ez nagyon megkönnyíti az itteniek az életét. Az egykori okmányiroda helyén kialakított intézményben a kibővült feladatkörhöz igazodva az ügyintézők létszáma is nőtt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 24 kormányablakunk van, illetve van egy kormányablak buszunk. Mi úgy látjuk, hogy az állandó kormányablakok azok lefedik a megyét olyan szinten, ami 21. századhoz várható. Ahol fejlesztést szeretnénk, az két terület. Az egyik az a mobil kormányablakoknak a számát szeretnénk növelni, és egy nagyon komoly háttérmunka folyik abban a tekintetben, hogy a legtöbb ügyhöz már be se kelljen jönni egy ilyen helyre, hanem internetes felületeken keresztül is el lehessen intézni. Én azt gondolom, hogy a jövő az ebbe az irányba fog vinni. A közigazgatás korszerűsítése is része annak a törekvésnek, hogy Magyarország 2030-ra Európa leginkább élhető országai közé zárkózzon fel. A kormányablakok rendszerének kiépítése 8 éve kezdődött, ma pedig már Európa más országai is követendő mintaként tekintenek rá, hangzott el az ünnepségen. Nyilván Nagyecsed a mikrotérségi szerepköréből adódóan nagyon fontosnak tartotta, hogy ez a térség ezt a szolgáltatást megkaphassa, hiszen Nagyecsed több olyan szolgáltatást is nyújt a mikrotérségében közel 15 000 lakosnak, Nagyecseden kívül még 5 településnek, ami úgy gondolom, hogy indokoltá tette ennek a funkciónak a megtartását, és hála jó Istennek a legutóbbi kormánydöntés alapján megmaradt Nagyecseden is a kormányablaki célkitűzés, és így Máté Szalka mellett teljes jogkörrel, teljes ellátással Nagyecseden is átadhattuk ma a kormányablakot. Tehát ez egy több éves, hosszú éves egyeztetésnek a sora lett, és azt gondolom, hogy ez is egy jó példája annak, hogy a kormányhivatal a helyi önkormányzattal együttműködve eléri azt a célt, ami a lakosság szolgálatában azt gondolom, hogy maximálisan helytállhat. A nagyecsedi kormányablakban július 8-án, július 11-én és július 12-én az ügyfélfogadás szünetel. Ezt követően a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Közel 200 fő vett részt az Itthon, Szülőföldön, Fiatalon akadémián múlt héten. A programsorozat helyszínét idén is Kisvárda biztosította, már 4. alkalommal találkoztak a fiatalok. A rendezvényeken Szabolcs megye vezetőivel és politikusokkal beszélgethettek kötetlenül a résztvevők. A többnapos programra határon túli településekről is érkeztek vendégek.
Múlt hét hétvégén szervezett több napos rendezvényt az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, a Hieroteosz Egyesület és az Itthon Szülőföldön Fiatalon Egyesület. A program sorozatnak idén már negyedik alkalommal biztosított helyszín Kisvárda, valamint harmadik alkalommal szervezték akadémiaként a találkozást. Szerettük volna ezzel a névválasztással is kifejezni, hogy mint egy szabad egyetem, tehát egy ahhoz hasonló struktúrát szerettünk volna felvázolni, melyben közéleti személyiségeket hívunk meg, politikusokat, valamint évről évre szeretünk bevonni sportolókat, tavaly például vendégünk volt Risztov Éva olimpikon is, aki egy kicsit egy politikától távolabb eső fiatalos lendületet is vitt a rendezvényünkbe, és nagyon nagy sikert aratott. A résztvevők száma évről évre nő az akadémián. Idén közel 200 fiatal érkezett Kisvárdára, közülük többen Erdélyből, Kárpátaljáról és a Felvidékről. Péntek délután Juhász Hajnalka országgyűlési képviselővel a nők politikai helyzetéről beszélgettek az érdeklődők. A haza szeretete, a haza iránti elkötelezettség, a keresztény értékek, a tudás megszerzése akár külföldön és továbbadása itthon minden fiatal számára fontos kell, hogy legyen, közölte a képviselő. Ez a generáció, én azt látom, hogy minél többet járok az országban, egyre nyitottabb rá. Büszkék lehetünk, én azt gondolom, hogy a magyar nők nagyon szépek és nagyon okosak, és én csak bátorítani tudom őket arra, hogy az a tudás, amit ők megszereznek, egy magabiztossággal, egy kiegyensúlyozottság nagyon fontos kiegészítője a politikai palettának, és én ebben személyesen is szeretnék szerepet játszani, hogy a fiatal nőket arra bátorítsam, hogy nyugodtan vágjanak ebbe bele, és legyenek nyitottak arra, hogy hogyan tudják kifejezni mindazt, ami az ő gondolkodásukra jellemző. Mert ez fontos dolog, és azt gondolom, hogy a női megközelítés az egy plusz dolgot ad az empátiával és egy más típusú megközelítéssel, más hozzáadott értéket képvisel és kiegészíti a férfiaknak a kommunikációját és gondolkodásmódját. Juhász Hajnalka hozzátette, a kommunikáció minden szakmában nagyon fontos, illetve hogy nyitottak legyenek a tanulásra bármilyen életkorban. A délutánt Seszták Miklós kormány biztos kerekasztal beszélgetésével folytatták a fiatalok, aki a kisvárdai fejlesztésekről és a fiatalok szerepéről is beszámolt. Ha most itt végignézünk a fiatalokon, akkor lehet, hogy a 10-20 év múlvani valamikori országgyűlési képviselőket, helyi képviselőket, minisztereket látjuk, és azért van jelentőség ennek, hogy ők a nyári idejükből egy kis időt kiszakítva megpróbálnak a közélettel foglalkozni. Azt gondolom, nagy főhajtás nekik, hiszen tudjuk, hogy ebben a mai rohanó világban, ebben a mai őrült, kapkodó világban leülni, kicsit gondolkozni, hogy merre megy a világ, merre megy a politika, merre megy a mi politikánk, az nagyon fontos és becsülendő. Az Itthon Szülőföldön Fiatalon Akadémia rendezvényein Szabolcs megye vezetőivel is beszélgethettek a résztvevők, de a többnapos program lehetőséget kínált a kapcsolatok építésére és a nyári kikapcsolódásra egyaránt. Aranykezű tamarin ikrek születtek a nyíregyházi állatparkban. A furcsa kinézetű majmok kesztyűt viselő, mesebeli koboldokra hasonlítanak leginkább. Az állatok testét hosszú, fekete szőrzet borítja, kivéve a végtagjaikat, melyek narancsvöröses színűek. Emellett arcuk sötét, szőrtelen és kissé elálló fülük van. Angliából és Magyarországról származik a nyíregyházi állatparkban élő aranykezű tamarin tenyészpár. 2016-ban a Nemzetközi Törzskönyvi Program keretében érkeztek Sóstófürdőre. A nemrég született 4 hetes csöpségeket még nem könnyű észrevenni, hiszen meglehetősen egybeolvadnak anyjukkal. Egyelőre idejük nagy részét anyjuk hátán töltik. Már az élesebb szemű látogatók is láthatják az aranykezű tamarin család legifjabb ikerpárját. A kicsiken is jól látható már a faji jellegzetesség, azaz a fekete szőrzet aranyszínű végtagokkal. Erre egyébként a tudományos nevük is utal, hiszen Saigonus Midas a latin nevük, utalva Midas királyra, akinek annak idején a legenda szerint minden a kezében arannyá változott. A karmosmajon félékhez tartozó állatok igen apró termetűek, mindössze 20 centisek és csupán fél kilósak. A szülők méreteihez viszonyítva viszont az utód minden esetben igen nagy méretű, születéskor körülbelül 10 deka, ezért a kölyök hordozásában mindkét szülő kiveszi a részét.
Az apró testméreteknek nagy előnye van, a dél-amerikai esőerdők legvékonyabb ágaira is kimerészkedhetnek, ahová a rájuk fogukat fenő ragadozók nem tudják követni őket, ráadásul a felső ágakon lévő gyümölcsökhöz is könnyedén hozzáférnek. Madárcsicsergésre emlékeztető hangjuk messzire elhallatszódik, és vokális jelzéseik mellett szaganyagokkal is kommunikálnak fajtársaikkal. Bár az aranykezű tamarinok a 33 karmos majomfaj közül nem a legveszélyeztetettebbek, élőhelyük drasztikus csökkenése tizedeli állományukat. A tamarin tenyészpárt és a két kis apróságot az állatpark különleges külsejű állatokat felvonultató Viktória házában láthatja a nagy közönség. Heti 160 kilométert teljesítve készül a katari világbajnokságra Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló a szeptember végén esedékes dohai 50 kilométeres versenyig már csak csapatbajnokságon áll rajthoz a 10 kilométeres távon. A nyíregyházi atléták közül eddig a gyalogló Hellebrand Máté teljesített a világbajnoki nevezési szintet, így ő már a katari VB-t szem előtt tartva végzi edzéseit. Pokrovenszki József tanítványa márciusban a szlovákiai Dudincén teljesítette 3 óra 54 perc 13 másodperc alatt az 50 kilométeres távot. Mivel a világbajnokságot a megszokott augusztusi időpont helyett szeptember végén, október elején rendezik Dohában, át kellett alakítani a gyalogló felkészülési menetrendjét. Nagyon fontos időszak volt a március-áprilisi időszak. Ott tudtam egy szlovákiai versenyen teljesíteni a kiküldetési szintet a világbajnokságra, és azután volt egy kisebb pihenő, ami általában nem szokott lenni, mert onnantól kezdve folyamatosan készülünk a világbajnokságra, vagy Európa-bajnokságra. Így viszont, hogy távolabb van időben ez a verseny, ezért muszáj volt egy kis pihenőt tartanunk április végén, május elején, és igazából utána kezdtük el a felkészülést kimondottan erre a világbajnokságra. Hát már jócskán benne vagyunk a felkészülésben, szóval most már elég komoly edzéseket tudunk csinálni, mind mennyiségben, mind pedig gyorsaságban. Tehát egy héten körülbelül 160 kilométert megyünk, plusz-minusz pár kilométer, és már a tempó is elég gyors. Mint a gyalogló elmondta, a világbajnokságig csak szeptember elején a csapatbajnoki döntőben a 10 kilométeres távon áll rajthoz. 50 kilométert évent ugyanis csak kétszer vállalnak a gyaloglók. Ennek hosszú távnak ez a rosszabbik oldala, hogy egy évben két igazán komoly versenyt lehet teljesíteni. Ezt általában a versenyzők úgy szokták csinálni, hogy egy nagyon jó formával teljesítenek márciusban vagy áprilisban egy 50 km-es versenyt, és azután már csak a fő versenyen, EB, VB vagy egy olimpián versenyeznek, ami augusztusban vagy most ugye szeptemberben lesz. Hát addig ilyen 10-20 km-es versenyeken szoktunk indulni. Igazából annyi energiát vesz ki egy ilyen hosszú verseny, majdnem egy 4 órás versenyről beszélünk, hogy igazából nem lenne értelme több versenyen indulni. Nekünk az a lényeg, hogy a világbajnokságon, mint helyezésben, mint pedig időben egy nagyon jó eredményt érjek el. Mivel a világbajnokságon a hőség miatt éjfél előtt rajtol az 50 kilométeres gyaloglás mezőnye, Máté megpróbálkozik alkalmazkodni a várható körülményekhez. Többek között táplálkozási tanácsadó segítségével igyekszik megtalálni a verseny előtti és alatti folyadék, illetve kalóriabevitel optimális összetételét. Döntetlennel végződött a kisvárdai futballcsapat szombati felkészülési mérkőzése. Mirjuca László együttese Tőketerebesen a szlovák másodosztályban szereplő FK Slavoj Trebišov ellen végzett 1-1-re. A nyíregyháza Spartakusz, a szintén szlovákiai Szepsin a másodosztályba frissen feljutó FC Košice ellen nyert 2-0-ra. A Spari és a Kisvárda szerdán 18 órai kezdettel edzőmeccset játszik a nyíregyházi városi stadionban. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Hamarosan hűtőház is épül Nyírbogáton a pénteken átadott termelői piachoz. Ez egy topos helyi gazdaságfejlesztés segítő projekt keretében valósulhat meg. Az új termelői piac megfelelő infrastruktúrával rendelkezik és lehetővé teszi az emberi kapcsolatok erősítését, valamint hogy még tovább nőjön a jelenlegi termelők száma. Magyarországon már több mint 16 000 regisztrált kistermelő van, ez duplája a 2010-es adatnak.
Megnyílt a 24. kormányablak is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Péntektől a Nagyecsedi Városháza épületében kialakított hivatalban is mintegy 1600 ügyet intézhetnek a helyiek és a környező településeken lakók. A kormányzat további célja, hogy növeljék a mobil kormányablakok számát, valamint a fejlesztéseknek köszönhetően egyre több ügyet internetes felületeken keresztül is el lehessen intézni. Közel 200 fő vett részt az Itthon Szülőföldön Fiatalon Akadémián múlt héten. A programsorozat helyszínét idén is Kisvárda biztosította, ahol már negyedik alkalommal találkoztak a fiatalok. A rendezvényeken Szabolcs megye vezetőivel és politikusokkal beszélgethettek kötetlenül a résztvevők. A többnapos programra határon túli településekről is érkeztek vendégek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 8-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! A nap hátralévő részében változóan felhős idő várható, csapadék nem lesz. A nyugati szél időnként megélénkül, majd mérsékelt vagy változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 fok körül alakul. Kedden változóan felhős lesz az ég, több napsütés várható, csapadék nem lesz. A nyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul. A következő napokban változékony időben lesz részünk, általában számítani lehet hosszabb, rövidebb napsütésre, de lesznek erősebben felhős területek, illetve időszakok is. A hét közepén néhol, majd szorványosan szombaton, akár több helyen is előfordulhat zápor, eső, zivatar. A csúcshőmérséklet kissé a sok évi átlag alatt valószínű.